tiszteletelt itt a színpad előtt ezzel az újsággal, amikor én idejöttek, hogy én? Hát figyelnek onnan hátulról! Most csodálkozik. Fogd meg, légy szíves a pokot. Kérlek, fogd meg a pokot, és ahogy megbeszéltük, ezt ne áruld el, akkor se a csillagotra. Szép lassan húzd ki, kérlek. Wow. És tényleg működik! Egy nagy tapsot kérlek szépen a Felőkére itt van nálam az én híres arany varázspálcám, amit földíszítettem így mai napra, kettő piros kendővel. Jobb oldalt egy sárga kendővel, bal oldalt. Most átvarázsolom a sárga kendőt a bal oldalról a jobb oldalra. Siribi! Siribá! Van egy ilyen pólóm is, rá van írva, hogy Siribá. Pricc, fracs, pruccs, sima sárga kendő átkerült a másik oldalra. Én tudom, hogy van! Tessék! Ezt lehetett látni? Akkor jó. Megfordítottam. Ezt értettem. Mondtam, hogy kapcsoljuk le a villanyt, így mindent látnak. Sem. Csak világos? Igen. Csak az első sor beszél. Fog meg légy szíves, Dávid, nekik még egyszer elmondom. Tehát a lényeg a tudom, hogy Dávid itt van. Tehát a jobb oldal az arra... Nem, az lehetetlen. Most magyarázom nektek, hogy majd a jobb oldal, majd a másik. Most magyarázom nekik, hogy ez eddig még egyetlen művésznek sem került középre. De meg hukkuk középre varázsolt. És mostantól kezdve csak egyetlen egy jóra. Csak itt a kezdet, és a nyúl, tessék! Nem, nincs itt. A nyúl innen is eltűnt. De most mutatom, hogy itt van. Most mutatom, hogy a nyúl eltűnt. De az teljesen eltűnt. Ez a nyúl tényleg gyors. A nyulat természetesen meg lehet simogatni. Aki fekete ruhában van, kétszer simogathassa. Csak azért, hogy emlék kedvéért.